Sziasztok, üdvözlök innen mindenki Csuvalról. Ez jelenleg ez a 120-as vonalon van, de ugye Budapest, Szolnok, Békésebb a Lőkösháza vonal, itt vagyunk éppen a Sinek mellett. Régen vasútállomás volt, itt ahol most állok, itt már kitérővágány volt, de nézzétek meg. És itt van maga a fővonal, a két átmenő vágány, és régen ez itt egy háromvágányos állomás volt, itt volt még egy vágány, és ez volt a régi állomás épület. És amikor a felújítás volt, hogy 2005-2007 körül, akkor az eredeti terv az volt, hogy megszüntetik, hogy nem lesz itt semmi. De aztán ott a helyiek kiharcolták, mert két vasutas család lakott akkor itt, és azért ez most sincs másképp, hogy maradjon meg. Viszont nem itt a tanyaközpont, nem ez tanyaközpont kell is funkcionált a régi állomás épület, hanem ott a távolban, kb. Egy kilométer, de majd ezt is meg fogom nézni. A tépült két peron, megállóhelynél, kb. Egy kilométerre jóval messzebbik mindentől. Egyébként látjátok, körülbelül ennyi az egész település, vagy inkább az ilyen külterületi rész, ott még van két épület, meg itt a bekötő útnál volt még egy pár, és ennyi. És ez a melléképület, ez még az állomáshoz tartozott, ez volt régen a WC. Ez most már körbe van kerítve, és ez az épület, ez lakott. De mindjárt kicsit közelebbről megnézzük. Hát látszik itt most a baromfik vannak, meg a tyúkurva, hát itt az élővilág. És több autó is van a portán, tehát szerintem még itthon is van, de majd találkozunk valakivel, akkor azt majd fogom jelezni. És egyébként itt van egy, szerintem ez a Bizberhez tartozik. Igen. Vasúti berendezések, igen, ez egy Bizber, nem tudom mi lehet ez pontosan. Az pedig ott szerintem egy hőnfutás jelző. Itt volt a régi állomás. Tehát itt még volt egy vágány valószínűleg, és itt volt két pad, ahol le lehetett ülni. És ott volt a váróterem, ott a forgalmi iroda, és az emeleten már akkor is szolgálati lakások voltak. Valószínűleg. És akkor azt nézzétek, még a neon fedett, az erdbetűnél nem, de egyiket a neon fedett is megvan még, és ez még a régi távíró vezetéknek a csatlakozója volt. És egyébként így megtudtam az előbb, ugye ez volt a forgalmi iroda, meg a főnökség, és ez volt az egyik váróterem, plusz volt még egy másodosztályi váróterem is az épület oldalán, de most az utcafonot nem tudok bemenni, mert az már magánterület is el van kerítve. Itt volt még egy áttézik út, és egyébként ennyi. Mondom, így megtudtam, ugye két lakott anya van még, és egyébként utána már semmi. És egyébként itt van a fővonal még mindig, és akkor majd most mindjárt elmegyünk, és megnézzük a mostani megállóhelyet, hogy mi lett helyette az átjáróval. Én mondom, hogy nagyon messze van. És innen egyébként a Zsákutca, tehát arrafele van még a 46-os út, a Mezőtúr meg Törökszent Miklós között, de oda se lehet kimenni innen. Vagy legalábbis nem biztos, hogy érdemes, mert ilyen nagy, arrafele már csak földutak vannak. És hát ki tudja, milyen állapotban, úgyhogy azt nem kockáztatom meg. De majd akkor arrafele elmegyünk még, és akkor ott majd még felvesszük. És akkor lássátok, feleim, itt van az új. Az új megállóhely, ennél az átjáró. Na, egyébként ez régen ez egy sima tekerőssorompós átjáró volt, és itt volt valahol egy őrhely, ahonnan kezelték, és egyébként az váltókezelő őrhely is volt, mert ott ágazott ki az egyik mellékvágány. Hát most ennyi maradt belőle. Ez a 223-os szelvénynél egy automata sorompó, nyomás, és ide épült két szabványos peron, jó hosszú, hát ezt alig használja valaki, egyértelmű, hogy a kétessű bárot, az szokásos. Meg ott arra, de most arra nem megyek el, de ott egy ilyen szabványos, szintén ilyen mávos névtábla, hogy csugar. Hát mióta ez a megálló átköltözött ide, gyakorlatilag még kevesebben használják, mint addig, és addig se használták másokon. Úgyhogy ott van térvilágítás, van hangos, és valószínűleg azért építették ide egy kényelemből, mert az íróasztal mögött tervezték meg, itt van egy átjáró, és akkor, hogy emellé egyszerűbb a gyalogosok átvezetése is, de is egy alig használt átjáró szerintem, mert a földutas, és arra fel a semmibe vezet. Egyébként egy-két földekre ki lehet menni, tehát igazából ezt még át is lehetett volna helyezni, ezt az átjárót máshova. Akár mondjuk közelebb a tanyaközponthoz, és hát látszik, hogy ennyi, tehát kiépült egy járda idáig, és egyébként annyi, amikor ezt az átjárat építették, akkor eddig leaszfaltozták. És szokás volt, hogy soha lefele nem gál semmi, és akkor itt lefele vagy ilyen hepehúpás, kanyargós földút van, de most arra nem megyek el. És hát látjátok, itt van a
és épült rendesen fénysorompó, mindenhova. Egy labirint korlát a gyalogosoknak, és ráadásul külön fénysorompó szintén arra, úgyhogy ezt meg lehetett volna még jobban is csinálni, meg ott jelenlegi állomásnál is pont annyi haszna lett volna, ha már kiharcolták, hogy maradjon meg ez a megállóhely. A szokásos utastájékoztató megvan, ugye a sajtpapír alapú menetrend. Majd előutó. Hát most mostanában nem, de hát látjátok, hogy mennyi vonat van. Most például 7.16-tól 10.23-ig semmi. De azért vannak itt megálló vonatok. Tehát a személyi vonatok azok mind megállnak. Ami nem hiszem, hogy indokolt lenne, de hát ha már van, akkor használjuk elven. Nekem ez érdekes mód volt, hogy a 100-as vonalon az átépítés után az összes ilyen tanyasi megállót meghagyták. Pusztapó is megmaradt, Csukad is megmaradt. Mi Nagylepos is, bármelyik azt mondta, hogy egy picivel többen használják, mert ott például az áthelyezése a megállónak az még jól is sült ki, ma az épületekhez meg az átjáróhoz is közelebb került. Viszont a 100-as vonalon a felújításkor az összes tanyasi megálló helyet megszüntették. Puszta szakállos, Barta, amire emlékszem, Karcagi puszta, meg ilyenek, azok mind megszűntek. Hát még a peront is elbontották, és ott már nem fog többet megállni vonat. Ott valamiért úgy gondolták, hogy azokra már nincs szükség a 100-ason, meg az összes ilyen tanyasi megállókat meghagyták. Hát akkor ez a kis Csukad állomás bemutató videó az ennyi lett volna, csak egy kis rövid dolog volt. Úton voltam errefele, útbe esett, hát megnéztem. Úgyhogy akkor ennyi, köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!